kinéltem a lakásból, ma fogtam a kis kajámat, ott volt egy egymás egyén hátára, meg minden, nézem, hol a Korzi? A porba? Érted? Minden? Erre oda jön hozzám egy nő, rettentően jól szituált, szép napszemüvegezve, beizélve mindenhogy, a kis táskájába oda jön. Ne haragudjatok, nem tudjátok véletlenül, hogy a 8 szám alatt volt régen a fodrász szalon, és hogy ez hova költözött? Egy milliszekund. Hogy nézel ki? Mit keresel itt? Mi az, hogy kiszálltál a kocsiból? Te hogy mi a lófasz? Egyáltalán miért szólsz hozzám? 3 milliárd forintod van azért, hogy legyen veled egy csicska, aki megmondja, hogy hol van a fodrásszalon. Mi az, hogy fodrásszalon? Miért nem stúdió, bazd meg? Mi az, hogy fodrásszalon? Még életemben nem láttam fodrásszalont, legfeljebb fodrász Debrecenben. Fingom sincs, hol van fodrász, bazd meg itt a környéken. Nem is volt soha. Egyáltalán mi a szarjár kötsz belém? Mackógatyába vagyok. Elmondtam neki, hogy most az 5 szám alatt vagyunk. Mögöttünk kevesebb van, nem tudom, hol van a fodrásszalon, de valószínűleg ott a kereszteződésen túl, mert arra van a plusz. De tényleg nem láttam még. Majd odabantyogtam a korzához, és eljöttem ide. Az, hogy megtehetsz valamit, nem azt jelenti, hogy meg kell tenned. Hát igen. Hát igen. Mutatom nektek, hogy hogyan kell lenyelni a gyomratokba, és megemészteni gyomorsabbal, egy mini agyvérzést. Kész. Ennyit az egészségügyről. Ennyi.